Jó estét kívánok, Takács András vagyok. Én Cseke Eszter, és itt vagyunk a repülőtéren, ugyanis indulunk a gázai övezetbe. Mostantól minden hónap első szombatján, hogyha bekapcsolják a televíziót, akkor láthatják, hogy éppen melyik veszélyzónából jelentkezünk. Mi ketten, két kis kamerával. Azért veszélyzónák, mert a híradások nagy része ezekkel a területekkel foglalkozik, viszont nekünk fogalmunk sincs, és nagyon érdekel minket, hogy milyen lehet ezeken a helyeken a hétköznapi élet, milyen lehet ott élni. Ha önöket is érdekli, akkor jöjjenek velünk. Most például a gázai övezetben. Velünk egykorú srácok állig felfegyverkezve, akiket a félvilág terroristának tart. Hogy jutottunk le a csempészalagutakba az egyiptomi gázai határ alá, azt máig nem értjük. De lejártunk. Egy gázai barátnőnk ösztöndíjjal Amerikába került, aztán egyszer csak úgy döntött, hogy hazajön. New Yorkból Gázába. Arra sem számítottunk, hogy egy zsidó nőbe botlunk a gázai övezetbe. Az egyetlen izraeli 1,5 millió palesztin között. Ezt láttuk Gázában. És persze még sok mindent.